Üdvözlöm Önöket, ez itt a női szakasz, a mai vendégem pedig a Madách Színház egyik fiatal sztárja, Sánta László. Fiatal? Szeretlek! Hát persze, hogy fiatal vagy. Hát szerintem te egy ilyen örök fiatal maradsz. Remélem is, hogy így marad. Remélem is. Szóval ezzel kezdjük egy szemtelen kérdéssel. Szóval kiolvastad a Pár utcai fiúkat? Kezdve, hogy az első dolgom volt, amikor kijöttünk a Nyerőpáros villájából. Én nem csinálok ebből titkot, másnap vettem egy Pár utcai fiúkat. Egyfelől azért, mert nagyon szégyeltem magam, hogy egy ilyen dolgon csúsztunk el. Másrészt pedig tényleg érdekelt. De most azért, hogy megvédjelek egy kicsit, nem csak azért, mert nagyon régóta ismerjük egymást, hanem én is, amikor láttam ezt a részt veletek, akkor én is elkezdtem a Pál utcai fiúkon gondolkodni. Ugyanis én olvastam, de hát az már több évtizeddel ezelőtt volt, és elkezdtem magammal föltenni a kérdéseket, hogy milyen nevekre emlékszem, milyen helyszínekre emlékszem, és elmondom neked őszintén, hogy körülbelül a 60%-ára nem emlékeztem. Tehát, hogy azért egy picit hát megvédelek ilyen ebben, mert hogy nekem is, ha felteszik, nagyon-nagyon nehéz lett volna tényleg az elejétől a végéig. Ha azt mondták volna, hogy odaadják nektek a házban 5 nappal előtte, de és olvassátok ki, vagy elég csak egy hiszen, akkor és ebből ki mit tud elmondani, akkor tehát ez nekem egy kicsit őben alul volt ez az egész. De akkor a párod, a Juliska fölhozta azt, hogy egyszerűbb lenne a Légy jó, mint haláligról mesélni. Akkor most ezt mondd el nekünk, hogy ezt ő miért is hozta föl? Igazság szerint egyrészt a Juliska azért mondta ezt, mert nagyon okos. Mert pontosan tudta, hogy a Pár utcai fiúkhoz nem túl sok közünk van. A másik dolog pedig az, hogy én 1992-ben, nem tudom, hogy éltél lesz, szerintem még nem éltél akkor. Nagyon is. Igen, akkor ugye a Békés Csaba Jókai Színházban, ahonnan mi igazából ismerjük egymást, bekerültem a színházi csodavilágba. És hát a Légy jó, mint halálékban lehettem én Nyilas Misi 92-ben, és hát innen jött ez az óriási szerelem, a színház iránti szerelmem és vágyam, ami hát látod. Az előtte nem gondolkodtál gyerekként, hogy színész szeretnél lenni? Nem, hanem kukás csak akartam lenni. Olyan sok fiú képzel, de kukás, olyan sok fiú akar. Milyen menő, pap, meg azért az nagy, nagy távolság a pap meg a egyébként kukás. Egyébként pap akartam lenni egészen pici gyerekkoromban, tehát ilyen 3-4-5 évesen, utána kukás, és aztán egy nagy ugrással én pilóta akartam lenni igazából, tehát repülőgép vezető pilóta akartam lenni. Nagyon beleszerettem a repülésbe kamaszként. Van egy unokatestvérem, aki annak idején Békés Csabán nagyon sokat vitt a Békés Csabai repülőtérre, és hát mindenféle repülőgépen én ott tudtam utazni, és nagyon beleszerettem. Csak hát aztán jött a Légy jó, mint halálig, jött a Békés Csabai Jókai Színház, és aztán minden megváltozott. De én láttalak abban az előadásban még, ugye gyerekként. Hát akkor mégiscsak éltél, aha. Mi gyerekként, az Ovival elmentünk, és én meg láttam egyébként a Szinetár Dóra félét, még a, és hát, hogy ugye ővel mutatták be először, de azt gondolom, hogy tényleg annyira jót tett neki, hogy ezt egy húsvér fiú játszotta, annyira szépen énekeltél, olyan hihetetlenül, szívbe markolóan játszottad azt a szerepet. Ha jól tudom, annak idején még volt egy ilyen szólásmondás, te ezt biztos hallottad,
hogy talán te voltál az egyik legjobb nyilas misi. Tényleg? Igen. Nem, ez az én fülemben nem jutott el, de örülök, hogy ezt mondod. Nekem, akkor így több évtized után. Köszi. Akkor, hogy te voltál nem az egyik legjobb nyilas. Nem akarsz gyaprabban meghívni? Mert gyakorlatilag itt vagyok 3 perc, és csupa olyan dicséretet kaptam, amitől a férfiasságom így hirtelen megnem. Figyelj, ez a műsor ez nem arról szól, hogy most itt aztán pellengére állítom mindenki karrierjét, meg magánéletét, és mindenkiről lehúzom a vizes lepedőt. Szóval nyilas misi után hány évvel kerültél be igazán a színház világában? Mert ugye akkor még általános iskolás voltál? Hát akkor általános iskolás voltam, és abban a szerencsés helyzetben találtam magam igazából egy teljesen véletlen folytán. Sose volt semmilyen előéletem színházban, a szüleim kétkezi munkások, úgyhogy én akkor találkoztam először a színház világával, hogy ugye rögtön egy főszerepet játszhattam 92-ben, és aztán a következő évben Kis herceg lehettem, ugye a Kis herceg című előadásban, akkor nagyon gyorsan Csongor és Tünde előadásban találtam magam. Nem tudom, mond-e neked bármit is ez a bizonyos előadás? Nem is. Igen. Csak a nézők számára mesélem el, hogy az Erikát igazából onnan ismerem, hogy a Csongor és Tündében, hát ő volt Tünde, én meg voltam Csongor, amiről van egy nagyon kedves történetem egyébként. Mondja, meséljed! Nem tudom, emlékszel rá. Volt egy ominózus jelenet, amikor egy fa körül kellett, hát ugye nagyon sok szituáció jelenet van egy bizonyos csodafa körül, és egy ilyen fa körül így tétlenkedtünk és bénáztunk, de hát én akkor csak egy ilyen nagyon pici, még a tojásai a fenekemen lévő kis fiatal srác voltam, te meg akkor már egy rendkívül érett színésznő. Tehát most ezt elárultad, hogy sok év van közöttünk. Nem olyan sok. Köszönöm azt, hogy soha többet nem hívlak meg. Köszönöm szépen. És emlékszem rá, hogy, és ez nagyon-nagyon hosszú időn keresztül megmaradt a fejembe, hogy én így tettem egy javaslatot, hogy figyelj, hogy ha jobbról jönnél a fárnál, akkor én balról tudnék, és nem tudom, micsoda, és megálltál, és nagyon-nagyon kedvesen, de azt mondtad, te engem ne instruálj, köszönöm. És képzeld el, hogy azt egy életre megtanultam ott gyakorlatilag, hogy nem kell minden ötletet megosztani. És azzal engem nagyon-nagyon megtanítottál arra, hogy tényleg? A színházban... Képzeld el. Igen, mert vannak ugye olyan kollégák, ezt azért áruljuk el, hogy tele vannak ötletekkel, tele vannak... Én az vagyok. Tele van mindenen, és akkor megy, és súlykolja a másikra, igen. De lehet, hogy a másik erre pont nem befogadó, vagy lehet, hogy azt kell, hogy figyelj, szóval várjuk meg, hogy a rendező mit fog kérni, mert mi most elkezdünk itt egyénieskedni, és ő neki totál más lesz. Én hajlamos vagyok ebbe a szitúba esni, és bizony ez nagyon sokszor eszembe jutott, úgyhogy én sokat köszönhetek neked. Nem mondod, de aranyos. Akkor még nagyon sokszor meghívlak. Képzeld el, nem tudom, hogy tudsz erről, hogy a Jankovics Péter stand-up komikusnak, igen? Ugye vannak egy önálló estjei, és mert ő is ugye színházi ember, tehát rengeteg színházi eseménye van, amiről ő ismer, vagy amiről ő beszél, és köztük van, ami Csongor és Tünde előadáson, képzeld az egyik stand-up előadásában. Tényleg? Igen, képzeld el, hogy egy sztorit elmesélt róla, egyszer csak ültem az RTL előtt, és néztem, és pont rólunk mesélt egy Csongor és Tündés, ugye egy Békés Csaba Csongor és Tündés előadást hát kapta. Kicsi a világ. Ugye, hogy milyen durva. Kicsi, és ugye az ember, és ott nevettem saját magam, most tovább milyen vele egy kicsit. Ugye Békés Csabáról te felkerültél a Színművészeti Egyetemre, igen. Ahol aztán ugye, amit nem fejeztél be. És nem onnan... engedték meg, hogy befejezzem, képzeld. Nem, de prózai szakon voltál, én prózai ugye? Szakon voltam. Akkor még élt a Horvai Pista bácsi és Máté Gábor, ők ketten indítottak egy osztályt. Tehát ez a mondhatni nagy osztály, mint a Fenyő Iván, Kovács Patricia féle nagy prózai osztály, akik a mai napig a színház és a film világát is meghatározó. Hát abszolút meghatározzák. Szóval lényeg, hogy engem első év végén eltanácsoltak, és azt mondta Máté Gábor, hogy figyelj, Laci, olyan fiatal vagy még, tényleg belőled bármi lehet. És igaza lett. Még színész is lehetett volna belőlem, és hát úgy tűnik, hogy az nem lett. Jöttetek ki, vagy neki más volt a... Más nem, volt abban, a, amit... Vagy nem volt köztetek kémia, mert ugye azért kell a tanár, tanítvány között is lenni, valami szálnak. Én azt gondolom, hogy azok az indokok, amiket ők akkor mondtak, az fájó, de tök igaz volt. Uh-huh. Mert én 18 évesen kerültem föl Budapestre, a szüleim mellől, és akkor bizony kiderült, hogy én egy ilyen ragaszkodó, egy ilyen mindent meg kell tudnom beszélni a szüleimmel, különösen az édesanyámmal, tehát egy kicsit én az anyukám szoknyája mellett a nevelkedő
kisfiú voltam, és aztán egyszer csak hirtelen belecsöppentem az önállóságba, a budapesti nagy világba, a nagy életbe, és nem találtam a helyem. Béna voltam, nem tudtam jól teljesíteni, nem tudtam hirtelen felnőni azokhoz a feladatokhoz. És tulajdonképpen minden ehhez volt köthető. Tehát azok az indokok, amiket mondtok, az elsősorban erre volt visszavezethető, hogy én elveszítettem a magabiztosságomat, amiatt, hogy ugye hirtelen elkerültem a szüleim az édesanyám mellől. Viszont hosszú távon, és ez is hosszú-hosszú évek múlva ért meg bennem ez a gondolat, nagyon jót tettek velem. Ugyanis megtanítottak arra, hogy nem elsősorban nem másoknak kell tudni megfelelni, hanem a saját elvárásaidnak. És ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy utólag sok tíz éve táblatában, hogy köszönöm. Azt hiszem, hogy aztán visszajöttél Békés Csabára. Én aztán visszakerültem Békés Csabára, és ott elvégeztem a Békés Csabai iskolát. És utána meg elkerültél az ország másik végére, Veszprémbe. Igen, egy tök nagy véletlen folytán Békés Csabai osztálytársaimmal beszéltem telefonon, és mondták, hogy figyelj, megyünk Veszprémbe, ott most van egy nagy meghallgatás, és nem tudom, a Pannon Várszínházban. Ugye hát az akkor kezdett el igazából kipattanni. A Pannon Várszínház, ha én jól tudom, és nem akarok hülyeséget mondani, az első állami és önkormányzati támogatás nélküli ilyen magánvállalkozás színház volt. Nagyszerű előadásokat mutattak be aztán később. És a Valahol Európában című előadásnak volt a meghallgatása, és mondom, két vagy három osztálytársammal jöttem, akik, és miattuk tudtam erről az egész meghallgatást, ők nem kerültek be, én viszont bekerültem abba a társulatba, és onnantól kezdve nagyon sokat, nem akarok hülyeséget mondani, 4-5 éven keresztül csupa jó feladatot kaptam. Sokat tanultál akkor? Nagyon sokat. Terhet tettek a válladra már, mint hogy színészi feladatokat? Minden szempontból sokat tanultam. Ez is benne van. Ez is benne van. Meg hát ugye a színházi, a színpadi alázat. Tudod, abban a társulatban nem igazán volt kellékes, nem igazán volt öltöztető. Tehát nem volt egy olyan színházi rendszer, mint mondjuk egy Madács vagy egy Operett színházban, vagy ahol egy ugye mindent a kezed alá raknak, mert erre megvan az ember. Az egy olyan típusú színház volt, ahol igazából magadnak készítetted be a kellékeket, igazából magadnak a ruhákat, stb. Persze volt öltöztető, meg volt fodrász, meg nem tudom csoda, de hát szerintem egyedül voltak, tehát nem tudtak mindent megcsinálni. Úgyhogy ilyen szempontból ez is egyfajta önállóságra, ez is egyfajta színházi, színpadi koncentrációra tanított. Egyébként is a Vándorfi Lacinak van egy általam pikpak színháznak elnevezett ilyen színházi világa, ami elsősorban a nagyon komoly színpadi koncentrációra épül, nagyon gyorsan történnek a dolgok, hirtelen gyors váltásokkal kell jeleneteket és a jeleneten belül különféle szituációkat megoldani, és ez is arra sarkalt, hogy egyszerűen ott kell lenni abban a szituációban, amit éppen csinálsz. Úgyhogy én nagyon sokat tanultam tőle. Aztán felkerültél pár év után ugye Budapestre. Ez szándékos volt? Tehát mindig benne volt a vágyadban az, hogy egyszer csak egy budapesti, mondjuk zenész színházba játszál. Igen. Tehát ez tudatos volt. Abszolút. Én azt gondolom rólad, hogy azért, ugye, hogy régóta ismerek, hogy azért van benne tudatosság. Nézd, tehát én nagyon szeretem szereted a lépéseket olvasni. Egymásra felépíteni. Igen. Igen. És ez elsősorban annak köszönhető, hogy elérsz valahol valamit, és egyszerűen azt érzem olyankor, hogy menni kell tovább kell tudnom menni, hogy tovább és tovább tudjam bizonyítani nyilván elsősorban magamnak. Azt, hogy, és ez valószínűleg köthető talán a főiskolához is, meg egyfajta kisebbségi komplexushoz is. Visszafele bizonyítsák? Hogy igenis nem véletlen, hogy én ez lettem, nem véletlen. Jó, hogy de hát ezt tudjuk, hogy van így, mert én is néztem már. Szerintem minden színész küzd ezzel. Persze, hát ez a hülyeség, hát életed végéig bizonyítasz, igen. Hiszen 40-es, 50-es éveidben már más szerepek jönnek, mint 20-as éveiben. Akkor azt kell bizonyítani, hogy én arra is, igen, érdemes vagyok, vagy az, hogy jó gyerekek, eljátszottam ezt és ezt, de most már szeretnék tovább lépni, és be akarom bizonyítani, akár egy Csehó vagy egy Shakespeare-i főszereplő is alkalmas vagy. Én nem titkos szándékom volt már Veszprémben sem, hogy eljön a pillanat, amikor tovább kell lépni, és akkor én leadtam sok vidéki, meg budapesti színházban az önéletrajzomat, és egyszer csak a fülembe jutott, nagyon sok meghallgatásra jártam egyébként, és a fülembe jutott, hogy van a Vámpírok bájára egy meghallgatás. És hát eljöttem a Vámpírok bájába, és azt hiszem 3 vagy 4 igen komoly, egy külföldi tím által tartott meghallgatás végén én lettem a Vámpírok bájában az Alfred első szereposztásban, ami óriási szó volt Magyarországon.
Nem csak azért, mert hogy a Vámpírok bábjába bekerülhettél, hanem mert bizony ez a külföldi team választott ki. Tehát nem volt mögötte, és senki ne sértődjön ezért a dolgért meg, de nem volt mögötte ez a fajta magyar gondolkodásmód, hogy igen, ez a srác sokat van az újságokban, vagy sokat szerepel a tévében, tehát könnyebben be fogja vonzani a nézőket. Ezt tudjuk, hogy így van, ez azért egy nyílt titok Magyarországon, hogy ugye... De ez nem baj. Így megy, hogy már ha van egy bereklámozott a színház által, igen, vagy kereskedelmi televíziós, vagy más televízió által bereklámozott arc, hamarabb megkapja azt a szerepet, igen, mint mondjuk egy ugyanolyan tehetséges, vagy mondjuk egy fokkal tehetségesebb, alkalmasabb színész, őt majd betesszük második, harmadik szereposztásnak. Egyébként pont a Vámpírok bábja, ami ez nekem színészileg semmi közöm nincsen, de nekem is nagyon szimpatikus volt annak idején, hogy jött egy team Németországból, akinek az a 200 magyar színész abszolút ismeretlen volt. Tehát mindenki, ha A kategóriás sztár volt, vagy egy színiskolából most került ki, valaki volt neki, ő életében először az a tém, az arcokat és a hangokat akkor látta először, és ő tényleg azt nézték, igen, 175 centi magas, Z-től Z-ig énekel, igen, úgy néz ki, igen, hogy énekli el a szerepet, hogy játssz el, akkor te kapod. Tehát, hogy ez úgy ment, hogy ezek az emberek, itt konkrétan Cornelius Baltusról és Dennis Kelleherről beszélek. Cornelius Baltus volt az ősbemutatónál, a Vámpírok bábjai ősbemutatójánál Roman Polanskinak a jobb keze, tulajdonképpen ilyen rendezőasszisztens, aki onnantól kezdve rendezte a világon az összes Vámpírok bábját, többek között Magyarországon is, és Dennis Kelleher volt ugye a koreográfusa. Hogy kaptak egy önéletrajzot mindenkitől, természetesen angolra lefordítva, amit ők nem néztek meg, hanem lefordították, és azt mondták, hogy énekelj valamit, amit szeretnél. Na, és fölírtak két-három lehetőséget, hogy milyen szerepet adnának neki. És utólag derült ki, hogy engem fölírtak professzornak, és fölírtak Alfrednak. És miután ez megtörtént, megfordították, és megnézték, hogy te ki vagy, te mivel foglalkozol. És többek között ennek köszönhető, hogy például egy egyházi Géza, aki pincér volt előtte, igen, lehetett a Vámpírok bábjának az abszolút főszereplője első szereposztásban. Tehát ő ennek De kár, hogy ez itthon nem így működik, mert akkor nagyon sokan labdába tudnának így rúgni, meg nem biztos, hogy nagyon sokan akkor, hogyha nem lenne az ominózus önéletrajz, akkor mondjuk nem biztos, hogy megkapnánk. De utána az opera, utána hívtak át ugye téged az operedbe? Kézd el, hogy az történt, hogy egyszer a Magyar Színházból mentem hazafelé, és egy gyönyörű, verőfényes délután csörög a telefonom, egy ismeretlen telefonszám, és fölvettem, és mondta egy hang, hogy üdvözlöm, én Mátrai Borbála vagyok, a Budapest Operett Színház művészeti főtitkára, és amiatt telefonálok, mert akkor még ugye a Kerényi Miklós Gábor volt az igazgató, szeretne önnel beszélni, mert szeretné leszerződtetni önt. És azt hittet, elnézést, kezdjük előről a beszélgetést. Sánta László vagyok, biztos, hogy engem tetszett hívni. Tehát ez konkrétan megtörtént. Engem teljesen leforráztak igazából. És hát így kerültem az Operettbe annak idején. Volt a kisebb egy nagy szerepeim. Abszolút. Én nagyon-nagyon élveztem azt az időszakot. És aztán, amikor azt éreztem, hogy ott ennyire kevesebb feladatom van, puff, leadtam az önéletrajzomat a Madácsba, ahol tök véletlenül volt a Jézus Krisztus szupersztárnak a meghallgatása, amikor is bekerültem a Jézusba, mint fanatikus Simon, és tulajdonképpen annak köszönhetően én aztán egyre másra kaptam a feladatokat a Szirtes Tamás igazgató úrtól, és most itt vagyok. És meg a televízióban is vagy. Azt nem tudom, hogy minek köszönhetően. Ott is egyszer csak fölhívtak, hogy érdekel minket ez a műsor. Szóval tisztázzuk, biztos, hogy engem akartad hívni. Ugyanúgy kezdted. Igen. És a párod mit szólt hozzá egyébként? Ő támogatott ebben? Az az igazság, hogy összedugtuk a fejünket, mert ugye itt, aki ebben nincs benne ebbe a világba, az nem nagyon tudja, hogy itt volt egy 3 hetes felvétel. Tényleg beköltöztünk egy villába, tényleg nem lehetett kijönni a villából, és hát ez azt is jelentette, hogy ugye nem látod a gyerekedet az alatt az idő alatt, amíg te forgatod ezt a bizonyos műsort. És nem is az volt a kérdés, hogy elvállaljuk-e vagy nem, hiszen a nyerőpáros
önmagában egy óriási lehetőség és egy nagyon izgalmas az játék. Az első résznek és első sorozatnak is nagyon nagy sikere volt. Abszolút. Tehát akkoriban az volt a legnézettebb tévéműsor az összes tévécsatornán. Meg az első két adásotok után így olvastam, hogy akkor is azt hiszem a héten az nagyot robbantott a nézettségben. Tulajdonképpen ez az idei nyerőpáros, amennyire én jól tudom, még az előzőt is levelte nézettségben. Úgyhogy összesen azon gondolkodtunk, hogy a gyerekkel mi lesz, meg hogy lesz. És hát nézegettünk különféle, ugye elkezdtük visszanézni a nyerőpáros, meg különféle interjúkat, és kezdődött, hogy te tök véletlenül rátaláltam, hogy a Peller Anna, akik ugye a Peller Anna és a Mikike, akik megnyerték az előző szériát, adtak egy interjút, hogy fölkerestek egy gyerekpszichológust, és megkérdezték tőle, pont másfél éves, vagy bocsánat, pont 2,5 éves volt akkor az ő gyerekük, mint a mi kisfiunk, amikor bekerültek ebbe a műsorba, és elkezdték forgatni. És azt mondták nekik azt mondta nekik a gyerekpszichológus, hogy a gyereknek semmi baja nem lesz, nagyon jól fogja magát érezni a nagymamánál, maguknak kell majd pszichológus, mert hogy önök valószínűleg sokkal nehezebben fogják viselni, mint a gyerek. És igazából ez így is lett, nálunk is így volt. Lent volt a Lacika a Békés Csabán, ez én szüleimnél. Imádta, hát ugye gondolhatod a nagyszülők. Szétkényeztették, gondolom. De hát az a dolguk, tehát nincs ezzel a dolga, semmi probléma. Mi meg... Sírtatok minden, ami, hogy nem mi van, de most biztos hiányzunk neki, és közben meg... A francokat nem hiányoztunk neki, nagyon jól el volt. Úgyhogy hát szerencsésen alakult ez az egész dolog. Ez segített sokban a párkapcsolatotokon? Tehát úgy látod, hogy például közelebb hozott benneteket? Ezt mások is megkérdezték, és máshol is elmondtam, nagyon érdekes dolog az, hogy volt egy ilyen sztereotíp gondolkodás a fejünkben a Juliskával. Mi azt hittük, hogy a játékok miatt sokat fogunk vitatkozni. Uh-huh. És képzeld, hogy pont az ellenkezője történt. Nem voltunk soha nem, távol egymástól. Más egyéniségek vagytok? Nagyon vagy? Mind a ketten maximalisták vagyunk, és mind a ketten nyerni akarunk, és mind a ketten teljesíteni akarunk, és hát... Elsősorban a másikba keressük a hibát, ugye, mint általában az emberek, és csak másodjára, vagy a harmadik, vagy negyedik pillanatban jut eszedbe az, hogy francba lehet, hogy tényleg én szúrtam el, vagy én voltam a hibás. Nem úgy tűnt a játékok alatt, mint hogyha annyira vernétek egymást, hát már így verbálisan, hogy gyerünk. Tehát azt hittük, hogy ez lesz, és közben pedig kiderült, hogy nagyon összetartóak vagyunk. És ez egy óriási tanulság. Inkább türelmesek voltatok egymáshoz, megértőek voltatok. Nekem ez jött le, hogy sok párhoz képest azért sokkal toleránsabbak voltatok, ha még a másik vétett is. Vagy nektek ilyen vitáitok igazából nem voltak. Bár lehet, hogy inkább a többi párhoz való életviszonyulásra kellett jobban odafigyelni, mint mondjuk egymásra. Hát kevésbé voltunk ennyi vehemensek, mint mondjuk a Vivienék. Tehát kevésbé voltunk vehemensek, kevésbé voltunk tüzesek, mint mondjuk a Vivifet. Igen, mondjuk azért ő nagyon fölvállalja a hirtelen indulatát, vagy az, hogy ő mondjuk kamerák előtt, hogy minősíti a párját, de hát ugye az emberek is különbözőek. És azt visszatérve kicsit a pályád, ugye rengeteg zenéset játszottál, operettet játszol, musicalekben, hogy a prózai oldalt is azért próbálod megtartani? Vagy most elsősorban zenésre koncentrálsz? Hát ezt te tudod a legjobban, ez nem úgy működik, hogy eljátszhatnám ezt, vagy azt a szerepet, tehát hogy sajnos ez nem így működik. Nekem nagyon hiányzik a prózai színjátszás. Annak is megvan a maga zeneisége, és annak is megvan a saját maga belső ritmusa. Ez valahogy kimaradt az életemből, vagy legalábbis elmaradozott az életemből, annak köszönhetően, hogy úgy mozgok és úgy énekelek, ahogy. Én elsősorban, vagy tulajdonképpen szinte kizárólag zenés előadásokban dolgozom. De a Madácsban mennek prózai előadások, tehát egy... Mennek. Fel lehet hívni a figyelmet, hogy itt van Sánta László, aki nagyon szívesen játszana. Majd egy-két tanácsot adj nekem, hogy ezt hogy kell megtenni, mert egyelőre nem tudom. Egy fokkal komolyan, vagy lehet, hogy úgy van, hogy addig használnak a zenésbe, amíg azt látják, hogy itt van a Sánta László, hogy maximálisan ki lehet használni, hát akkor elsősorban a zenésre használjuk, majd hogyha megöregszik, és már mondjuk nem tudja majd annyira dobálni a lábát, meg olyan magas hangokat kiénekelni, akkor majd jönnek a prózai feladatok. Nem? Hát azt nem tudom, hogy melyik rendezőnek és igazgatónak mi jár a fejében. Egyelőre így alakult az életem, de nem panaszkodhatok, szóval még mindig a legszerencsésebbek közé tartozom. Jó helyen dolgozom, és nagyon jó feladataim vannak, úgyhogy köszönöm. Azt akarom mondani, egyébként nagyon kevés olyan színész van, aki úgy elégedett
azzal, nem mondtam, hogy van. Maradéktanul elégedett vagyok. Akkor még ebben van egy kis lehetőség, tehát még azért gondolkodhatnak benned. Nézd, szerintem ez minden emberben ott motoszkál, teljesen mindegy, hogy az élet vagy a szakma melyik területén helyezkedik el, mindegy, hogy irodai munkás vagy, kétkezi munkás vagy éppen színházban dolgozol, mindig azt érzed, vagy legalábbis lehet, hogy csak ilyen embertípusok is vannak, de én azok közé tartozom, amikor azt érzed, hogy még mindig van hova. Még mindig van hova menni. Van olyan, aki például ilyen mentornak tekintesz, hogy felnézel rá, és figyeled a munkásságát, figyeled, hogy ő mit csinál, hogy csinálja, akár lépésről lépésre, vagy inkább mint művészt. Hallgatod, nézed. Nem mondanék neveket, van egy-kettő, uh-huh. de nem. És azért nem akarok neveket mondani, mert nem tudok egyet se így kiemelni, hogy na, az ő munkásságára én azt mondom, hogy. De bizony van olyan, akinek... Akit figyelsz, aki, és... Aki, hogyha jelenete van, akkor odamész a takarásba, és így nézed, hogy poentírolsz, hogy... Mm-hmm. Hogy lehet, mit lehet tőle ellesni, hát, ellopni. Kicsit el is szomorodtam, mert mégiscsak ki kell emelnem valakit. Ugye Székhelyi Jocó bácsi, ugye szegény nemrég hunyt el. És azt kell mondanom, hogy volt szerencsém több előadásban dolgozni vele. És ő bizony olyan ember volt. Például a Poligami című előadásban, ahol egy abszolút mellékszerepe volt, egy vagy két jelenetbe volt benne. Majdnem mindig ott voltam a takarásban, és néztem, hogy... Hogy csinálják? Hogy hogyan szólal meg, hogyan poentíroz. Mert ugye már a megszólal, hogy egy mondatot hihetetlen, megfogalmaz. Tehát én is az Agatha Christie Egérfogó című előadásában ugye játszottunk együtt, az volt az egyik előadás, és voltak mondatok, amit minden előadáson máshogy mondott el, és mégis úgyis igaz volt. Tehát úgyis megvolt az igazsága. Az érdekes, hogy voltak olyan előadások, amik hát nem voltak ilyen nagyon jó lendületes, nagyon sikeres előadások, olyan kicsit olyan szürkébb, olyan kis hétköznapibb volt mondjuk a legszuperebb előadáshoz képest. De a Jocó bácsinak mindig sikere volt. Az igen. Ő poénjai mindig ültek. Neki mindig tapsos volt a egy bizonyos poénja. Egyszerűen annyira jól mondta, annyira jól csinálta. Annyira jól. Ezt nevezem én. Ezekre nagyon fel tudok nézni. Szóval tényleg az, hogy az ember élete végéig tanul, főleg mondjuk egy színész. Nem? Tehát, hogy aztán tényleg az életed, hogy mikorra jutsz el odáig, akár ugye, ahol csak ő volt, hogy egy mondatot is úgy tudott elmondani, hogy ott meg, bármit csinálták körülötte, egy mondatot is úgy tudott elmondani, hogy megállt a levegő. Ismered azt a mondást, vagy biztos ismered, de hogy így az életedben volt már olyan, amikor azt érezted, hogy nem szégyen lopni. De persze, ó! Nem szégyen lopni, hát egy mozdulatot, egy-egy... Igen, tehát én is a színpadon tanultam meg igazából a szakmát, és én rengeteget figyeltem az idősebbeket, hogy fogalmaz, hogy mondja, hogy a fenébe tud ilyen természetes maradni. Aztán, hát ez a legdurvább. Aztán úgyis magadra tudod egy idő, elengedsz egy csomó mindent, és akkor tényleg akkor megjön már a természetesség, dehogy nem. Hát én is a mai napig is figyelem körülöttem az embereket, ki mit csinál, hogy fogalmaz, ő hogy poentíroz, tehát hogy például ott van a Vida Peti, akivel én az utóbbi éveben játszottam egy pár előadásban, és hát ugye magában van egy egyénisége a Petinek, de hát amit egyébként ő meg vígjátékban tud és megenged magának, azt azért tényleg ide érdemes figyelni. Tehát ő ezt nem is Súrulja tudja. Súrulja a szemtelenség határait egyébként. Ő ezt nem is tudja, hogy én milyen szinten szoktam őt figyelni. Aztán na majd persze, most. Na majd, igen. Na majd most a műsorod után majd fogja mondani, igen, Erikám, hello. Kedves Laci, miben láthatunk téged, mint színész a Madách Színházban? Kérlek szépen, most volt a Rocksulinak a bemutatója, és hát óriási élmény. Óriási élmény, azt kell mondanom, benne lenni is. Ugye a Rocksuli az egy amerikai film nyomán készült színházi rock musical, vagy nem tudom pontosan, hogy milyen kifejezéssel éljek, és elképesztő, hogy azok a gyerekek, akik benne vannak, azt hiszem, hogy a sztorit azt nem igazán kell mesélnem. Igen, hát a filmet azt tényleg ismeri. Van egy iskola, ahol bekerül egy fiatalember, egy rocker, és ott elkezd tanítani. És az, ahogy amilyen alázattal, tisztelettel, lendülettel és fiatalos energiával jelen vannak ezek a gyerekek a színpadon, komolyan mondom neked, hogy le a kalappal, arról nem beszélve, hogy élőben játszanak
hangszereken az előadásban. Mondjuk engem is ez érdekel nagyon. Le a kalappal, komolyan, le a kalappal. És ott a színpadon élőben nyomják a rockzenét ezek a... És úgy képzeld el, amikor ott van egy 12-13 éves kisfiú, kislány, hát van pár nagy kedvencem, szándékosan nem mondom a nevüket nyilván, de hát van egy kis csaj, aki bassgitáros, és amikor kiáll a bassgitárjával, és egyszerűen meg kell zabálni, nem lehet más nézni a színpadon. Hogy vannak szólógitárosok a fiúk közül, akik szóval le a kalappal, hogy milyen szólót képesek. És nem féltek, hogy a gyerekek elviszik a sikert, illetve de a hogy félünk, hát figyelést el. Tőletek? Vigyék el. Hát igen. Tőlem nem tudják. nem, szóval az egyik a rocksuli, és miben láthat még a közönség? Hát ugye a Mamma Mia továbbra is természetesen dübörgő sikerrel megy a Madách Színház színpadán. Nem lehet rá egy jegyet kapni, úgyhogy minél korábban kell kelni annak, aki meg akarja nézni a Mamma Miát. Hamarosan lesz a Mary Poppins, amiben egy kisebb feladatom van, de nagyon szeretem csinálni. Robertson Év vagyok a Mary Poppinsban. És hát van egy ominózus jelenet benne, ahol ez az ügyetlen kétbalkezes házi szolga rommá veri a konyhát, és hát nagyon-nagyon szeretem azt a részt. Természetesen lesz poligami, amit már az imént is említettem. Jocó bácsi kapcsán, és hát sok más előadást érdemes megnézni a Madácsban. A Madács önmagában jó. Na hát nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy eljöttél végre hozzám, itt több évtizedes ismerettség után. Remélem, hogy még azért fogunk találkozni. Rajtam nem múlni. És a feleségem meg ne tudja, úristen. Nem mutatjuk meg neki a felvételt. Helyes. Jó. Kedves nézőink, ez volt a női szakasz, találkozunk a jövő héten is. Viszontlátásra!